Nem volt könnyű helyzetben csapatunk, hiszen nehéz heten vagyunk túl. A Honvéd ellen egy pontot, szerdán a Szombathely ellen nullát, most pedig a bajnokságot vezető Győri Eto ellen kellett pályára lépnünk. Ám az Eto sem mehetett ellenünk biztosra, hiszen utoljára 2018-ban nyertek, azóta lejátszott 10 mérkőzésből 4-szer mi, illetve 6 döntetlen született. A győriek az egyetlenek a 18 csapatos mezőnyben, akik inkább külföldieknek adnak lehetőséget, ám az eredmények eddig őket igazolják, hiszen, mint mondtam, vezetik a bajnokságot. Ellenünk 5 külföldi labdarúgó szerepelt. Lipcsei Péter is húzott egy nagyot, a remek teljesítmény nyújtó Varga Zétény bekerült a kezdőcsapatba, valamint az egykori etós Vince Ádám is lehetőséget kapott a bizonyításra Lipcsei Pétertől. Németh Eriknek eltört az orra a Szombathely elleni mérkőzésen, így az ő helyén, a középpálya közepén Varga István szerepelt. A mérkőzést Nagy Róbert vezette, asszisztensei Márkus Tamás és Berényi Ákos voltak. Lipcsei Péterék szerint a haladás elleni szerdai vereségünknek az egyik legfőbb oka az volt, hogy 45 percnyi előnyt adtunk az ellenfélnek, ezért próbált a csapat összeszedettebben játszani, ám sajnos megint nagy előnyt adtunk az Etónak. Az első félidő a vendégekről szólt, a harmadik percben pedig Szvarka majdnem gólt szerzett, azonban Kékesi testében elakadt a lövés. Csordogált tovább a mérkőzés, aztán a 18. percben Antonton indult az akció, majd Szvarka, végül Huszár kapott nagy labdát, és Holzerrel szemben nem hibázott. Megszerezte a vezetést a Győri Eto. Bent középen Kékesi Alexander nem tudott gyorsan reagálni, és ezért tudott zicserbe menni a támadó. 24. perc, Anton a labda mögött, bent középen Szépe érkezett, fejese éppen csak hogy mellé ment. A 34. percben jegyezhettük fel az első soroksári lehetőséget, Kaján óriási lövése a kapufán csattant. Ha ez beakad, az év gólja lehetett volna. Óriási lövés volt, azonban nem volt szerencsénk. A kapus már verve volt, jól helyezte a labdát Kaján, azonban egy pár centit tévedett. 45. perc, támadott az Eto, Huszárról Valencsikhez került a labda, azonban középhátvédünk nem figyelt, elvette tőle a labdát az első gólt szerző Huszár, és Szvarkához gurított, aki nagy ajtóablak helyzetben nem hibázott. Látva az első félidei teljesítményeket, Lipcsei Péter 2-t cserélt, Korozmán Kevin és Dragóner Filip állt be a mérkőzésbe, és csak úgy, mint Szombathelyen, itt is megmutatta azért az igazi arcát csapatunk, hiszen jóval jobban játszott, mint az első 45 percben, ettől függetlenül az első helyzet ismét a vendégek előtt adódott, Huszár került helyzetbe, majd kontrázhatott csapatunk, óriási labdát adott Lovrencsics Balázsnak Varga, azonban csapatkapitányunk mellé tekert. ötvenötödik perc, Valencsik passzolt Korozmánhoz, aki lőtt, Ruiz Barnabás pedig nagyot védett. Jöhetett egy szabadrugás egy perccel később, Korozmán Lovrencsics Balázs fejét kereste, jó is volt a fejese, azonban szögletre mentett Ruiz. 59. perc, kecsegtető szögből lőhetett szabadrugást, a Győri Eto Anton a labda mögött, bent középen pedig senki nem ért a labdához, és milyen a kapus sors. Holzer Ádám, aki a csapatunk egyik legjobb játékosa volt az elmúlt fordulókban, most sajnos ő is hibázott egyet, nagyon megzavarta a berobbanó játékos, aki azonban nem ért a labdához, így elment Holci keze alatt a labda. Azonban nem adta fel a csapatunk, és 3-0-nál is ment előre, közben beállt Gálfi Norbert is, aki remek kiugratást kapott Korozmántól, keresztbe előtte a labdát jött Dragóner Filip, és megszerezte a becsület gólunkat a mérkőzésen. Ez volt Dragóner második találat a bajnoki mérkőzésen a Soroksár színeiben. 77. perc, Szvarka próbálkozott egy lövéssel, Holzer erre leért. 2 perccel később pedig nagy helyzetet hoztak össze a vendégek, azonban Laca lövésére szintén leért Holzer Ádám.
91. perc bent középen Lovrencsics kérte a labdát Kajántól, ami meg is jött, csapatkapitányunk pedig fejjel veszélyeztette az ellenfél kapuját, azonban megfogta azt Ruiz, és nem volt tovább a mérkőzésen, a Győri Eto megérdemelten vitte el a 3 pontot. Soroksár SC, Eto FC Győr, 1-3. Az első fél időben tényleg nagyon jól játszottunk, látszott a különbség. A második fél időre változtatott az ellenfél is, mi is kicsit fáradtunk, de nagyon elégedett az egész mérkőzéssel, szerintem jól játszottunk. Kicsit hasonló érzésem volt, mint a szombathelyi mérkőzésen, hogy az első fél időben nagy előnyt adtunk az ellenfélnek, a második fél időben már sokkal jobban nézett ki, tehát ilyen gárda ellen gondolom nem lehet 45 perc előnyt adni az ellenfélnek, valamint azért jöttek olyan hibák is, amik nem megszokottak voltak néhány játékosunktól, gondolom ezért vesztettük el a mérkőzést, hogyan látta? Hát nyilván a szokásos, úgyhogy elsősorban gratulálni kell a Győrnek a 3 pontért. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó edzőpartner voltunk ma nekik. Tehát amit te is mondasz, az első fél időben nagyon gyengén játszottunk, nem álltunk közel hozzájuk, használtak velünk, amit akartak nyilván, és hát megint ugye a fél időben be kell jönni, megint veszekedni kell, megint hangosan föl kell emelni az embernek a hangját, és hát nyilván ott megint voltak technikai hibák, amit vétettünk, és hát a sorozatban mondjuk már ajándékozzuk nekik az ellenfeleknek a gólokat. Nyilván most lesz egy hosszabb szünetünk, változtatni kell, nyilván valami majd megpróbáljuk, és hát nyilván sportemberek vagyunk, megyünk előre, nem vagyunk jó helyzetben most, sőt, nagyon rossz helyzetben vagyunk, úgyhogy de ezt mindenkinek ugyanúgy át kell értékelni. Nyilván a felelősség az enyém, tehát én vagyok a hibás, ezért nincsen semmi probléma, de a játékosoknak is kell egy kis felelősségvállalás is. Tudtuk, hogy a Győr egy jó csapat, jó játékosokból állnak, tehát ezért szerettük volna, hogyha közel megyünk hozzájuk, nem engedjük őket, hogy szervezzenek, nem engedjük, hogy elrugdossák a labdát. Hát viszont megint ugyanaz, ugye az első gólnál Sparka volt üresen, és be tudta passzolni a labdát, amiből lett az első gól, a másodikban megint rosszul veszük át a labdát, és kapjuk a másodikat, úgyhogy hát ez mind ugyebár a kvalitás és a képességbeli döntések voltak, úgyhogy jó csapat, tehát nem tudok mit csinálni, csak viszont azokat a dolgokat, amiket megbeszéltük, azt azért meg kellett volna tartani.